Hatásosnak bizonyult az Országos Adóhatóság elnökének bejelentése, miszerint ellenőrizni fogják a pedagógusok korrepetálásból származó jövedelmét. Egyre több pedagógus vallja be a bevételeit országos szinten. A rekorder egy aradi tanár, aki csaknem 300 ezer lejt gyűjtött össze egy év leforgása alatt. Lucián Héjus, az Országos Adóhatóság elnöke júniusban jelentette be, hogy nagyszabású ellenőrző akcióba kezd az ANAF, és többek között azt is közölte, hogy a magánszemélyek esetében fogják megvizsgálni a jövedelem és a bevallott összeg közötti különbségeket. Valamint azt is szemügyre veszik, hogy a pedagógusok jelentik-e a magánórákból származó bevételeiket vagy sem. Ennek hatására egyre több pedagógus elkezdte lejelenteni az adóhatóságnak a plusz bevételét. Országos szinten hozzávetőlegesen 260 ezer pedagógusból eddig közel 7500-an tették meg ezt a lépést. Voltak olyan helyzetek, hogy azok a személyek, akik magánórákat tartanak, engedélyeztették magukat, és bevallották jövedelmeiket. Például az ország nyugati részén, ha nem tévedek, Aradon, egy tanár 60 ezer eurós bevételt jelentett, és adózott is az összeg után. Temesváron egy másik személy 50 ezer lejes jövedelmet vallott be, és befizette az adót, tehát lassan-lassan a dolgok a normális kerékvágásba kerülnek. Az IRESZ és a Román Akadémiai Társaság által elkészített tanulmány szerint Romániában minden harmadik diák legalább egy tantárgyból külön órára jár. Több mint 80%-uk matematikából, egyharmaduk román nyelvből, 29%-uk pedig idegen nyelvből vesz külön órákat. Egy diák erre fordított költségei átlagosan meghaladják a havi 300 lejt.